Köszöntöm nézőinket! Önök a Gyula TV ünnepi híradóját látják. A következő percekben a március 15-i programokról láthatnak összefoglalót. Hol ember él, hol ember fél, a költő visszatér. Hol magyar él, hol magyar fél, Petőfi visszatér. A Kalliope színjátszó kör produkciójával és a Kossuth szobor megkoszorúzásával kezdődött a március 15-i ünnepi program Gyulán. Az előrejelzések szerint kedvezőtlennek ígérkező időjárás miatt kedd délután az a döntés született, hogy a Városháza dísztermében tartják a Petőfi térre tervezett programot. Isten az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulója alkalmából megrendezett ünnepség résztvevői az Erkel Ferenc vegyes kar közreműködésével énekelték el a himnuszt. 175 évvel ezelőtt arra a kérdése, hogy mit kíván a magyar nemzet, azzal a válaszsal indítottak: legyen béke, szabadság és egyetértés. Ünnepi beszédében Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója hangsúlyozta: 175 éve, amikor egész Európa felfordult, nálunk békésen zajlottak az események, amíg máshol fegyvert fogtak, nálunk Petőfi szavalta el a nemzeti dalt. Úgy fogalmazott, hogy az első igazi magyar forradalom békés, költői és magyar nyelven szólal meg. Napra, sőt órára pontosan 175 évvel ezelőtt, 1848. március 15-én zakatoltak a Randerer és Häkenász nyomdagépei. Két, mondjuk így, dokumentumot sokszorosítottak több ezer példányban. Az egyik a Petőfi által alig két napja papírra vetett nemzeti dal, a másik a 12 pont. Kezdjük az utóbbival. 175 évvel ezelőtt arra a kérdése, hogy mit kíván a magyar nemzet, azzal a válaszsal indítottak: legyen béke, szabadság és egyetértés. A szabadság fogalma még egyszer fordul elő a dokumentumban, a legvégén, amikor a francia forradalom hármas jelszavát idézik: egyenlőség, szabadság, testvériség. A 12 pontot indító hármas kívánalom a magyar szabadság keretfeltételeit jelöli, a franciáktól elterjedő jelmondat pedig a világszabadság azóta is használt kulcsfogalmai. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, megkülönböztethető-e a világszabadság a magyar szabadságtól? Kérdezhetik egyesek. Miért mondja azt Kossuth Lajos, hogy, idézem, mi nem csak szabadok, hanem szabad magyarok akarunk lenni? Erre a kérdése a választ Kölcsey Ferenc nemzeti imánk szerzője fogalmazta meg a legszebben, idézem: egész világért, egész emberiségért halni, azt Isten teheti. Ember meghal háznépéért, ember meghal hazájáért, halandó szív többet meg nem bír. Ugyanerről ír Vörös Marti Mihály is a Szózatban: a nagyvilágon e kívül nincs számodra hely, áldjon vagy verjen sorskeze, itt élned, halnod kell. A magyar szabadság kulcsa tehát a haza. Amint azt a 200 éve született Petőfi Sándorunk is megírja a ma másik, sok ezres példányszámban kinyomtatott dokumentumban: talpra magyar, hí a haza. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a magyar szabadság tehát a valahol szabadsága, és a békén alapszik. Ebből a valahol szabadságában megélt békéből születik meg a haza. 175 évvel ezelőtt ezt mutattuk meg a világnak. Amikor egész Európa felfordult, egyedül nálunk zajlott békés úton a forradalom. Amíg máshol fegyvert fogtak, addig mi verset írtunk. Európában dörögtek az ágyuk, nálunk Petőfi Sándor szavalt el a nemzeti dalt, Jókai Mór olvasta fel a 12 pontot. Ahogy Márai Sándor megfogalmazta, mindig a költők csináltak legelőbből hazát. Bizonyság erre, hogy három vers jelöli ki a magyar szabadság és hazaszeretet tartalmát és kereteit. Ezt a három verset egy szűk emberöltőnyi idő alatt alkották. 1823-ban született meg a himnusz, 1836-ban írta Vörös Marti Mihály a Szózatot, 1848. március 15-én hangzott el először a nemzeti dal. Micsoda idők stációi! Egy szűk emberöltő alatt akkora fordulat következett be a magyar nemzet életében, amelyhez foghatót a bölcseletben Szokratész vagy a tudományban Kopernikusz okozott.
Szokratészt követően a filozófia az emberrel kezdett el foglalkozni, Kopernikusz fordulata után a helyére került az ember a tudományos világképben. Mi magyarok három költőnek köszönhetően kerültünk a helyünkre a nap alatt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy megértsük a vers háromság üzenetét, egy kis előbbről kell kezdenünk. 1784-ben II. József osztrák császár és magyar király nyelvrendeletében a latin helyett a németet tette meg Magyarország hivatalos nyelvévé. A magyar vármegyékben ez a rendelet nagy felháborodást okozott, ettől kezdve a nyelvügy politikai kérdésé változott. Alig 20 évre rá, az 1800-as évek elején már pályázatokat írtak ki a nyelvi kérdés kapcsán. Számunkra most az a Bécs kezdeményezte pályázati kiírása fontos, amely a német Allgemeine Zeitung újság mellékletében jelent meg, a Kottaféle könyvkereskedés hirdette meg. A korabeli magyar fordítást idézem. Mennyiben lehetséges tanácsos és a magyar országban s vele összekapcsolt apróbb tartományokban lakó különböző nemzeteknek javokkal és szabadságaikkal megegyeztethető, a magyar nyelvet egyedül magát hivatalbéli nyelvé tenni a köztisztségekben, az igazság kiszolgáltatásában és a tanításban. El vagyoné a nyelv erre így készülve, amint elkerülhetetlenül szükséges. Micsoda hasznok vagy micsoda károk származhatnának ebből polgári, kereskedő és tudománybéli tekintetben. Tudjuk, hogy a bécsi udvar a felhívást azért kezdeményezte, mert érveket szerettek volna gyűjteni a magyar nyelv használata ellen. Attól tartottak, és fél évszázad múlva be is bizonyosodott joggal, hogy ha teret adnak a magyar nyelvnek, akkor az fölébresztheti a magyarokban a nemzeti öntudatot. Minden esetre erre a pályázatra német nyelvű pályaművet nyújtott be Kazinczy Ferenc is. Kazinczy érvei a többiektől eltérően túlnyomó részt irodalmiak, bőséges irodalomtörténeti kitekintéssel bizonyítja a magyar nyelv alkalmasságát. Saját magyar fordításában idézem, és mivel a legszebb, leggazdagabb nyelv sorsa, amelyet valaha emberi ajak szólott, nem az-e, hogy eleinte az is csak poétikai gazdaságot bírt? És írtak volna-e azon a xenofonok és plátók, ha elép hómérje nem volt volna? Éppen ennek köszönhetjük, hogy nyelvünk a poézis műveire soha nem lesz olyéppen alkalmatlan, mint a franciák, igen kimívelt, igen csinos, igen bőv, de magoknak, az ő elsőkarú íróiknak vallások szerint is képetlen, józan és hideg metafizikus nyelvek. A magyar nyelv tehát a nagy nyelvújítunk szerint nem metafizikus nyelv, hanem költői. A költői igazság viszont a legmagasabb rendű igazság. Hazát csinál a legelőből. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a történet minden esetre egyelőre jól alakult. Szűk fél száz év múlva, 1844-ben 5. Ferdinánd elfogadta az országgyűlés javaslatát a nemzeti címerre, lobogóra, pénznemre és az államnyelvre vonatkozóan. Kazinczy Ferenc sajnos ezt már nem érhette meg, őt ugyanis, és ez lenne a második stáció, elvitte az 1831-es kolera járvány, vagyis mai fogalmunkkal pandémia. Ez volt az a világjárvány, ami a reformkor nagyságai számára eszméltető erővel bírt. Az addig inkább filozófiai kérdésként fölvetődő nemzethalál kérdése testet öltött. A történészek szerint több mint 500 000 magyar betegedett meg, és ennek közel fele esett áldozatául a világjárványnak. Vörösmarty Mihály sír metaforája a szózatból, konkrét tapasztalati valóságból táplálkozott. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, első stáció tehát a birodalmi központ más nyelvet akarta magyarokra ültetni, második stáció egy pandémia, amiben magyarok százezrei halnak meg. És mi volt erre a válaszuk eleinknek? A teremtő nekifeszülés. Megújították a magyar nyelvet olyannyira, hogy nem csupán a valóság leírására, hanem formálására is alkalmas legyen. A magyar gondolat megfogalmazódott, a magyar szót magyar tett követte. És itt következik a harmadik stáció, 1848. március 15-én, egyedül Európában, mint mondtuk, a magyar egy vértelen forradalom eredményeképpen a magyarok saját kezükbe veszik a sorsukat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, az első igazi magyar forradalom természete szerint tehát békés, költői, és magyar nyelven szólal meg. Nem rombol, hanem épít. Nem elvesz mástól, hanem magunkból ad a nagyvilágnak. Nem tagad, hanem állít.
nem a nemeket szaporítja, hanem az igeneket. Amikor tehát azt mondjuk, hogy nem engedünk a 48-ból, akkor ebből a magabíró, teremtő magyar erőből nem engedünk. Nem engedni a 48-ból azt jelenti, amit Kölcsey úgy fogalmazott meg, Isten egy szívnek egy kebelt teremte, így egy embernek egy hazát. Nem engedni a 48-ból azt jelenti Kossuth tanításába, hogy mindent a népért, mindent a néppel együtt, semmit a népről, a nép feje felett, ez a demokrácia. Nem engedni 48-ból azt jelenti Széchenyi útmutatása szerint, hogy azokból a kövekből, melyek utunkba gördülnek, egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk. Nem engedni 48-ból azt jelenti Deák Ferenc példamutatása alapján, jobban tudom szeretni a hazát, mint gyűlölni ellenségeinket. Nem engedni 48-ból azt jelenti Eötvös József megfogalmazásában, vannak dolgok, melyeket csak az érez, kinek esze, és vannak olyanok, amelyeket csak az ért, kinek szíve van. De nem engedni 48-ból azt is jelenti Petőfi életpéldája által hitelesített felszólítása alapján, hogy ha híj a haza, akkor nincs a pelláta bennünkkel. A szabadságharcaink arról tanúskodnak, hogy mi mindenkoron készek voltunk az életünket áldozni ezért a magyar szabadságért. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, az 1848-as vértelen forradalmat véres szabadságharc követte. Ebben áldozta életét a hazáért és a magyar szabadságért Petőfi Sándor is. A forradalomban még nemzetőröket állítottunk, majd amikor a birodalmi központból rárontottak a nemzetünkre, akkor nemzetőrökből honvédőkké váltunk. Bizony, 175 évvel ezelőtt alapítottuk meg a Magyar Honvédséget is. Már a fogalom is jelzi a szabadságharc tartalmát, mert lehet, hogy a költők csinálnak a legelőbből hazát, de megépíteni és a kell megvédeni hazaként nekünk kell. Békében a nemzetet építjük, háborúban a hazát védjük, és a mi hazánk mindig nagyobb az országnál. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a közvetlen szomszédunkban ismét szólnak a fegyverek. Emberéletek ezreit oltják ki, árvák, gyermekeiket elveszítő szülők és özvegyek fájdalmát átérezve érvelünk az egyetlen értelmes választás mellett, mi a béke pártján állunk. Nem akarunk háborút. Nem gyávaságból, hanem mert az emberi élet szentségét hisszük és valljuk. A teremtőn kívül senki másnak nem adjuk oda a jogot, hogy az emberi élet végéről döntsön. Több mint 1000 esztendeje az élet kultúráját erősítjük itt a Kárpát-medencében. Nem kérünk a halálkultúrájából akármilyen ideológiai szószal is öntik le. A mi szabadságunk, a magyar szabadság, az élet szabadsága. Petőfi Sándortól ráadásul az egész világ megtanulta, hogy a szabadság párfogalma nem a rabság, hanem a szerelem. Mindennél beszédesebb az a tény, hogy 1848. március 15-ét követően 9 hónapra megszületik Petőfi és Szendre Júlia fia Zoltán. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, 175 évvel ezelőtt Petőfiék eldöntötték a legfontosabb kérdést. 175 éve nem kérdés számunkra, hogy mi magyarok csak szabadok lehetünk. Azóta a töprengésünk inkább a hogyanra vonatkozik, hogy hogyan legyünk szabadon. Mert, és ezt tanultuk meg az elmúlt 175 évben, a szabadságért naponta minden pillanatban meg kell küzdenünk. Olyan, mint a levegővétel. Természetesnek tűnik, oda sem figyelünk rá, de nélküle nem tudnánk élni. És ha elfogy a levegő, akkor küzdünk, és ha kell, áldozatot hozunk. Idén 200 esztendős géniuszunk hadsorban az egész világnak megtanította mindazt, amit erről a kérdésről tudnunk kell. Szabadság, szerelem, e kettő kell nekem. Szerelmemért föláldozom az életet, szabadságért föláldozom szerelmemet. A legnagyobb áldozatokra is készen kell lennünk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, 1848. március idosán Petőfi Sándor úgy érezte, hogy itt az idő. Az azóta eltelt időszakban mi magyarok megtapasztaltuk, hogy nem pihenhetünk, nem lankadhatunk. Minden nemzedéknek megvan a maga ideje, mindannyiunknak meg kell küzdenünk a magunk küzdelmeit. Helyettünk senki nem fogja elvégezni a mi munkánkat. De, ahogy egy másik 200 éves zsenünk, Madách Imre ránk hagyományozta, azóta küzdünk és bízva bízunk. Mert tudjuk, hogy 175 éve egyetlen vezérfonal köti össze a nemzedékeket, egyetlen magyar parancsolat készteti cselekvésre mindenkoron a magyarok millióit, megszületetteket, holtakat és az utánunk következőket. Ez így hangzik,
Éljen a magyar szabadság, éljen a haza. Hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyar. Bölcsőd az, s majdan sírod is, mely ápol, s eltakar. Az ünnepi műsorban Bakos Kis Gábor színművész és a Kormorán együttes közreműködött. A program a Petőfi szobornál a koszorúzással folytatódott, majd a résztvevők visszatértek a városházára. Az ünnepi testületi ülésen Görgényi Ernő polgármester hangsúlyozta, 175 éve a célokat tekintve voltak viták, de abban nemzeti konszenzus alakult ki, hogy ezeket a célokat békés eszközökkel kell elérni. Viszont ha az igazságért, a haza védelméért kellett harcolni, a magyarok mindig készen álltak. Nagyon szívverültem itt 11 óra után, belegondolva, hogy milyen gyönyörű lett volna, hogyha a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatójának beszédje, Petőfi Sándor egyik legszebb magyarországi szobra mellett hangzik el. Ott hallgatjuk a gyönyörű költeményeket és a Kormorán együttes dalait. De az időjárás nagy úr, és a hangszereket védeni kell, ezért nem kockáztathattuk meg, hogy az időjárás előrejelzést semmibe véve, amely esőt jelzett, kint tartsuk meg az ünnepséget. De hát 1848. március 15-én is esett az eső, de történt más is, amint azt távirati stílusban így fogalmazták meg. Pest város közönsége nevében alulírottak szerencsések hivatalosan értesíteni a magyar nemzetet, hogy ami más országokban polgárvérbe került, a reformot, Budapesten 24 óra alatt békés és törvényes úton kivívta a törvényes egyetértés. Tisztelt ünneplő közösség, egy korabeli röplap tudósított eképpen a magyar fővárosban 1848. március 15-én lezajlott történelmi eseményekről. A magyar nemzet 1848-ban, miképpen a reformkor során mindvégig, békés úton kívánta elérni politikai céljait, Magyarország függetlenségét és polgári fejlődését. A célokat tekintve voltak nézetkülönbségek, voltak viták, de abban, hogy a célok megvalósítását békés eszközökkel kell elérni, nemzeti konszenzus volt. A híres 12 pont kinyomtatásának körülményei is jól illusztrálják a forradalom széleskörű támogatottságát és eredendően békés jellegét. Arra jól emlékszünk tanulmányainkból, hogy a Pilvax ifjai és az egyetemi ifjúság mintegy 2000-es tömege felkereste Landerer Lajos és Hekenász Gusztáv nyomdáját, ahol is Petőfi, Vasvári, Jókai, Irinyi, Degré Alajos és Vidacs János követelte Landereltől a 12 pont és a nemzeti dal kinyomtatását. Azt is tudjuk a tankönyvekből, hogy a nyomtatvány elkészült. Az eset körülményeit azonban Herman Róbert történész írta le részletesen. Eszerint az ifjak követelésére Landerer Lajos eképpen válaszolt. Lehetetlen. Nincs rajta cenzori engedélyezés. Erre a fiatalok megdöbbentek. Landerer azonban nem kívánta megakasztani a forradalmi lendületet, ezért gyorsan a segítségükre sietett, azaz odasúgta nekik, foglaljanak le egy sajtót. Erre Irinyi odalépett az egyik géphez, és határozottan kijelentette. E sajtót a nép nevében lefoglaljuk. Mire a nyomda tulajdonos csak annyit mondhatott, erőszaknak ellent nem állhatok. Majd a nyomdászok lelkesen megkezdték a 12 pont és a nemzeti dal kiszedését és kinyomtatását. Ezzel már meg is valósították az első pontba foglalt követelést, a sajtó szabadságát a cenzúra eltörlésével. Mindezt vér nélkül. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Magyarország 1848-ban sem a csatatéren, hanem a törvényhozásban kívánta megvalósítani forradalmi programját. Az áprilisi törvények történelmi léptékű változásokat hoztak. Az országgyűlés eltörölte az urbéri szolgáltatásokat, azaz a jobbágyságot. Törvényt fogadott el a közteherviselésről, a népképviseletről,
a sajtóról, a független, felelős magyar minisztériumról és más sarkalatos kérdésekről. E történelmi jelentőségű törvénycikkeket megszavazta Békés megye két országgyűlési követe, Tomcsányi József, akinek portréja itt az ajtó fölött látható, később megyei főispán is volt, és Tormási János is. Ahogyan Kossuth fogalmazott követjelentésében, nem minden ez, mi az egész nemzet jövendőjét magába foglalná, hanem alapja jövendő kifejlődésünknek. Nem a magyar nemzete múlt, hogy mégis kénytelen volt fegyverrel harcolni szabadságáért. Ismét két pogány közt egy hazáért kellett küzdeni a magyarságnak. Nyugatról a német, keletről az orosz rontott rá hazánkra. Sajnos egyik sem utoljára. Ha az igazságért kellett harcolni, a magyar mindig készen állt a küzdelemre. Ahogyan Korponai János vezérkari honvédtiszt írta az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeit megörökítő naplójában, láttam vasvillás, kaszás, lándzsás, dárdás férfiakat, véneket és 13-16 éves suhancokat, sőt, nőket és leányokat a hazavédelmére jó kedvel sietni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ők mind az igazságért és a hazáért küzdöttek. De ők sem harcoltak volna nagyhatalmi érdekekért, távoli birodalmi központok gazdasági céljaért. Mint ahogyan mi, mai magyarok sem akarunk háborúzni birodalmi érdekekért. Nem akarjuk feláldozni a magyar fiatalok életét, nem akarjuk veszélyeztetni megélhetésünket távoli birodalmi központok gazdasági érdekeiért. Békét akarunk, és kész. Történelmi időkben a hazafi mindig keresi a lehetőséget, hogy tegyen valamit Magyarországért. Kétségtelen, hogy ma történelmi időket élünk. Keresnünk kell a lehetőséget, hogy tegyünk valamit Magyarországért. Vannak, akik a haza védelmére sietnek, mert erős honvédség képes biztosítani a békét és a biztonságot. De erre nem mindenki alkalmas. Ám béke idején ezernyi más lehetőségünk is van, hogy tegyünk valamit a hazánkért. Mindenki képessége, tehetsége szerint tehet valami nagyszerűt. Van, aki azzal tesz szolgálatot a hazának, hogy méhészeti közéletet, méhészeti oktatást szervez. Van, aki a körrepülő modellező sportban gondoskodik az utánpótlás neveléséről. Van, aki elhagyott, gyámoltalan állatok védelméről gondoskodva szolgálja embertársait. Vannak, akik fogyatékossággal élő fiatalokat nevelnek és oktatnak, így kiteljesítve e fiatalok életét. Van, aki zenekart szervez, fiatal tehetségekkel ismerteti meg a muzsika örömét. Van, aki gimnáziumban oktatja, neveli a jövő értelmiségét. Van, aki évtizedeken át szervezi és népszerűsíti a gyulai labdarúgást. Van, aki a gyulai felsőoktatásért dolgozik, tanít, kutat. Vannak, akik a közigazgatásban szolgálják a közösséget, és van, aki gyógyít, kórházi osztályt vezet és oktat. Ők mind a közösségért végzik áldásos tevékenységüket, ezzel a közjavára adnak valamit, amit csak ők tudnak adni. A közösség szolgálatával városunkért és hazájukért tesznek valamit, amiben a legjobbak, hisz a város és a haza emberek és közösségek sokaságából áll. Ma ők vehetnek át városi kitüntetéseket, akik a közösséget, a hazát békés alkotó munkával szolgálva jó példával járnak elő. Kedves kitüntetettek, szívből gratulálok mindnyájuknak a képviselőtestület döntése által kifejezett elismeréshez, mellyel a gyulai polgárok közössége tisztelek az önök érdemei előtt. Az eseményen együttműködési megállapodást írtak alá az Erkel diákünnepekről, azon immár Gyula testvérvárosainak diákjai is részt vehetnek. A folytatásban 11 elismerést adtak át. Elsőként kiváló polgár címet kapott Ház Ferenc, a Békés megyei Göndöcs Benedek Méhész Egyesület alapító elnöke.
Gyula városért kitüntető címet kapott Múlt József, a Dobos István modellező klub elnöke. Gyula város önkormányzatának képviselőtestülete Gyula városért kitüntető címet adományozott Tölgyesi Anikó állatvédő részére. Gyula városért kitüntetésben részesült az Esélypedagógiai Központ Páncél Imre tagintézményének kollektívája. A képviselőtestület posztumusz Gyula városért kitüntető címet adományozott Kepenyes Pál zenepedagógus, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola egykori igazgatója, a gyulai Big Band együttes alapítója részére. Gyula város oktatásáért kitüntetést vehetett át Tóth István, az Erkel Gimnázium intézményvezető helyettese. Gyula város sportjáért kitüntető címet kapott Bíró István játékvezető edző. Gyula város egészségéért kitüntető címben részesült Szicsek Margit klinikai szakpszichológus, főiskolai docens. Gyula város szolgálatáért kitüntető címet vehetett át Niedermayerné Vaszkán Gyöngyi Mária, a polgármesteri hivatal pénzügyi osztályának köztisztviselője. A képviselőtestület Gyula város szolgálatáért kitüntető címet adományozott Veresné Góg Erika, a gyulai polgármesteri hivatal pénzügyi osztályának köztisztviselője részére. Dr. Gyarmati István díjat vehetett át Dudás Mihály, a Békés megyei központi kórház gyulai egyes számú belgyógyászati osztályának vezetője. A program az Erkel Ferenc Társaság 3 év szünet után újfent folytatódó történelmi hangverseny sorozatával ért véget. Ez volt a Gyula TV ünnepi híradója. Kövessenek minket honlapunkon és a közösségi médiában. Most további jó tévézést kívánunk!